csak Istenben nyugszik meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Ki ne szeretne a két hónapos kiárási tilalom után egy kiadósat kirándulni, hegyet mászni? Na ugye, hogy mindenki. Mindig csodáltam a hegymászókat, nem a kocatoristákról beszélek, akik kisestélyében indulnak el hegyet mászni, hanem a profikról, akik bizony egészen veszélyes helyeken járnak azért, hogy felérjenek a hőn áhított hegycsúcsra. Sokan közülük életüket is vesztik egy-egy mászásnál. Erős Zsolt, török Zsolt, pontosan szenvedélyük gyakorlása közben lelték halálukat. Biztosan ismeritek, Varga nagyváradi hegymászót is. Nos, sokan közülük biztonsági kötelekkel kibiztosítva másszák a sziklákat. Alex Honnold azonban kibiztosítás és kötelek nélkül mászta meg az egyik legmeredekebb sziklafalat, a 2307 méter magas kaliforniai El Félelmetes volt még nézni is a mászásról szóló filmet. A zuhanás veszélye állandóan fennállt. Alexnek mindezek ellenére, vagy ezekkel együtt sikerült. Mi kellett hozzá? Tapasztalat, Erőnlét? önbizalom, hit, kegyelem? Isten minden bizonyal ott működött a háttérben. Az életünk sok tekintetben olyan, mint a hegymászás. Vannak olyan hegycsúcsok, amelyeken magattól nem tudsz átjutni. Ilyen például a bűneink eltörlése vagy a mennybejutás. Ezek az Isten hegycsúcsai, ezekre csak ő tud feljutni. Te is megpróbálhatod, de nem fog sikerülni. Isten nem várja el tőled, hogy megold minden problémádat, hogy bejutasd magad a mennybe. Persze, sokszor azt hiszed, hogy csak egy kicsit keményebben kell dolgoznod, kicsit kitartóbban kell másznod, és akkor sikerülhet. Ez talán elég egy tiszta tízes bizonyítványhoz, vagy egy kiváló sport teljesítményhez, de mindegy, hogy milyen keményen küzdesz, soha nem jutsz át a saját hibáid, tévedéseid és bűneid hegycsúcsán. Nincs ennyi erőd. Szükséged van Istenre, hogy megtervezze az útvonalat, hogy vezesse, irányítsa kezed és lábad, és tartsa a biztonsági kötelet, hogy alá ne zuhanj, és össze ne törd magad a sziklákon. Ő tart biztonságban, és ennek jelét pont Krisztusban mutatta meg. Bíz benne, amikor mindenki más kételkedik körülötted, és a hitetlenség már téged is megkísért. Kérd el tőle az erőt, amikor elgyengülnél, és úgy gondolod, feladod. És amikor úgy gondolod, nem találsz feloldozást senkinél bűneidre, Kérd tőle a bocsánatot. Szeretetével biztosít téged, és elérhetsz a híd hegycsúcsaira. Próbáld ki, nyugodjon meg Istenben a te lelked. Reménységed legyen ő benne. É